Köszöntöm a kedves nézőket! Több kormánypárti politikus, valamint kormányhoz közel álló üzletember vagyonosodását vizsgálna a Demokratikus Koalíció. Gyurcsány Ferenc pártja nem várná meg a 2018-as országgyűlési választásokat, mi hamarabbi, nyugodt, demokratikus erők által szervezett kormányváltást akarnak elérni. Vendégem a témában Vadai Ágnes országgyűlési képviselő, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mielőtt még belevágnánk ezekbe a témákba, a mentelmi jogról, ugye a közelmúltban jelent meg a hír, ön is feljelentett rágalmazás miatt, önt is feljelentették, de az ön mentelmi joga is megmaradt. Hogyan értékeli a két ügyet? A mentelmi bizottságnak töretlen gyakorlata az, hogy egyébként magánvádas ügyekben nem függeszti, nem javasolja felfüggeszteni a mentelmi jogot. Attól Hende Csaba még kimondta azt, amit kimondott a választási kampányban, nevezetesen, hogy az ügyészség vádat emelt ellenem. Ez teljesen nyilvánvalóan nem igaz, ezt maga az ügyészség cáfolta. Akkor más módon folytatódik egyébként a vele szembeni eljárás. Folytatja? Igen, természetesen polgárjogi úton azért folytatom, mert olyan nem lehetséges, hogy kiáll egy miniszter és olyat állít, ami nincsen. Milyen elégtételt akar? Hát első fokon már megnyertem azt a pert, most másodfokra megyünk ebben az ügyben. Nyilván helyreigazítást kell közölni ebben. De bocsánatkéréssel beéri. És sérelemdíj természetesen. Ennek összege? Elsőfokú döntés értelmében 100 ezer forint, de én azt gondolom, hogy ennél magasabb összeget kell, hogy megítéljenek, mert konkrétan egy miniszter azt állította egy országgyűlési képviselő, egy volt honvédelmi államtitkárról, hogy vádat emeltek ellene nagy nyilvánosság előtt. Jó. Ami nem igaz, még eljárási cselekmény sem folyik el. Jó. Ha magasabb lesz az összeg, tehát 100 ezer forint vagy több, mi ezt kezd a pénzzel, ha ezt megkapja? Hát azért általában ezt a DK-ra és a politikai tevékenységre szoktuk fordítani, és hát az unoköcsém fog belőle kapni. Rendben, menjünk tovább. Nos, tehát több kormánypárti politikus és kormányhoz közel álló üzletember vagyonosodását is vizsgálná, tehát nem új dolog, Mészáros Lőnc vagyona sokakban vet föl kérdéseket. Mi a céljuk a vagyonosodási vizsgálattal? Mit akarnak elérni? Ugye, hogy már korábban láttuk azt, hogy a kormánypárti képviselők és kormányhoz közeli üzletemberek hipsz-hopsz, hát nagy vagyonra tesznek szert, elfelejtkeznek milliárdos osztalékról, hirtelen megnő a lakásuk négyzetmétere, hirtelen tudnak maguknak 70-80 milliós, vagy gyerekeiknek 70-80 milliós budai villát vásárolni. Az első ügy egyébként Szijjártó Péter külügyminiszter vagyonosodási vizsgálata volt, ebben az ügyben tettem bejelentést a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, és kaptam egy levelet, mely szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal megteszi a szükséges intézkedéseket. És úgy gondoltuk, hogy ha már a Nemzeti Adó és Vámhivatal megteszi a szükséges intézkedéseket Szijjártó Péter ügyében, hiszen ott is azért egy új házról van szó, és ugye itt a Questor károsultak kapcsán került elő a miniszternek a vagyonosodása, akkor mi lenne, hogyha a Nemzeti Adó és Vámhivatal most már érdemben is dolgozna, és nem csak ahogyan a Fidesz szokta mondani, a keményen dolgozó embereket és vállalkozásokat vegzálná, hanem megnézni azokat a teljesen nyilvánvaló vagyonosodásokat magyar állampolgárok esetében, ami kiszúrja az emberek szemét. Mi ennek találtuk Orbán Viktor, Lázár János és Mészáros Lőrinc vagyonosodását, de hát nyilván folytathatjuk a sort. Most ez az első három magyar állampolgár az, akinek az esetében úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal immáron megtehetné a szükséges intézkedéseket. Nyilván most lett a 100 leggazdagabb magyar listája, ez is aránylag friss, szemezgetnek belőle? Én magam gyorsan áttekintettem, és hát miért is vagyunk meglepődve azon, hogy valóban a polihisztor gázszerelő, a felcsúti, nem is tudom, polgármester, aki hát a semmiből érkezett. Mint egy üstökös tört be itt a közéletbe, és mint egy üstökös tört be a 100 leggazdagabb magyarba, ismét rajta van ezen a listán. Nézze, én azt jó dolognak tartom, hogyha valaki egyébként alulról, szó szerint alulról indulva, küzd, keményen, és gazdag ember lesz. Ez egy nagyon jó dolog. De azt kifejezetten undorító és visszataszító dolognak tartom, hogy valaki érkezik a semmiből, összvisz annyi a, hogy mondjam, pozíciója, hogy a miniszterelnök barátja, és ehhez még hozzá tudnék tenni néhány, talán nyomdafestéket is nem tűrő kifejezést, majd bekerül a 100 leggazdagabb magyar közé. Mit lát az adófizető? Ezeknek mindent lehet.
ezek semmilyen nem buknak le. Büntetlenül kihagyhatnak több mint 1 milliárd forint osztalékot a vagyonnyilatkozatokból. Jó, de ugye a CTV-ben is ugye beszélt erről a témáról, kérdezték erről a témáról. Tehát felmerül, hogy választókban is, az állampolgárokban, hogy különbség az, hogyha valami morálisan megkérdőjelezhető, vagy törvénytelen. Tehát Magyarországon meggazdagodni az nem mindig törvénytelen, lehet, hogy ez esetben sem pont az. Pont ezt mondom, tehát, hogy azzal nekem semmi bajom sincs, sőt kifejezetten örülök. De az, aki csak és kizárólag politikai kapcsolatait használja föl haszonszerzésre, az az én szememben, és azt gondolom, hogy Magyarország polgárainak nagyobb része szemében, az bűn. Az bűn, független attól, hogy ez büntetőjogi kategória. És tudomásuk kell azt venni, hogy egy új demokratikus kormányzás esetén nem lesz pusztán büntetőjogi kategória néhány kérdés. Jó. Ez egy erkölcsi dolog, hogy ezt a pénzt, ami egyébként az adófizetők pénze, Magyarország polgárának a pénze, ezt vissza kell tenni a költségvetésbe, és olyan ügyekre kell költeni, mint a gyermekéhezés elleni küzdelem, mint a magyar egészségügy helyretétele, mint a magyar oktatási rendszer fejlesztése, mert ez szolgálja az országot, és nem az, hogyha Mészáros Lőrinc újabb 1 milliárd forint osztalékot vehet ki. Az oligarha válogatott bővül, vagy lecserélődnek tagok? Hát az oligarha válogatott az nyilván változott, azt láttuk, kiesett a Pixisből Simicska Lajos és a hozzá köthető üzletemberek, de újak érkeztek, akik immár, hogy mondjam, tényleg pofátlan és szemérmetlen módon gazdagodnak. Az élő példa, és hogy azt mondjam, hogy az erkölcs és a büntetőjog egyik, hogy mondjam, tipikus alanya lesz, vagy az erkölcstelenség, inkább így mondom, az erkölcstelenség és a büntetőjog tipikus alanya lesz, a miniszterelnök veje. Szóval az tényleg azt gondolom, hogy a pofátlanság csimboraszója, amit az az ember, egészen pontosan miniszterelnök és ő művel. Szóval kiállni és azt mondani, hogy egyébként a saját lábukon állnak meg, és közben nem látunk mást, hogy a világítás, a közvilágítás ügyében csak és kizárólag az ő cégeik nyernek, és immár egy SZESZ főzdébe is, azt hiszem, igazgató tanácsi tag lett, vagy felügyelő bizottsági tag, ezt egészen pontosan nem tudom. Szóval tényleg azt mondom, hogy nem pusztán büntetőjogilag nincs itt határ, erkölcsileg nincs itt határ, és pufatlanság tekintetében nincs itt határ. Mina beszéltek arról is, hogy Polt Péter nem látja kellőképpen a feladatát, azt mondta egy sajtótájékoztatón a DK szóvivője, hogy falaz egyes ügyekben. Számítanak esetleg arra, hogy beperelik a demokratikus koalíciót? Hogyan lépnek ebből az ügyből tovább? Nézze, összeszámoltuk, 10 ügyben tettünk feljelentést a legfőbb ügyészségen, kifejezetten korrupciós ügyekben. Láttunk bármelyik kérdésben előrelépést? Nem. A legfőbb ügyészség és vele együtt a legfőbb ügyész a kis ujját sem mozdítja annak érdekében, hogy legalább látszat tevékenységet végezzen. Tehát, hogy legalább azt mondja, hogy egy kicsit elmacázgat ezekkel az anyagokkal, és hát ezt csinálja. Nem. Nem. Miért nem? Mert nyilvánvalóan ő is beletartozik az oligarha válogatottba, kapusként tevékenykedik, aki egyébként kiválóan ki tud cselezni minden ilyen ügyet. Hozzáteszem, Polt Péter tevékenysége a teljes ügyészi szervezetet járatja le e tekintetben. Nem is véletlen, hogy Magyarországon egyébként a jogrendszerrel, az ügyészi rendszerrel kapcsolatban hihetetlenül megingott a bizalom. Tehát amikor úgy könyvelik el a legfőbb ügyészt, hogy ő fideszes, akkor ez nagyon rossz az egész ügyészi rendszernek is, úgyhogy ebben is alapvető változásra lesz szükség a következő választásokra. Alapvető választások, következő választások, ugye 2016-ra jövő évben tartana előrehozott választást a demokratikus koalíció, hát meglehetősen ambiciózus célkitűzés. Hogyha összeadjuk a számokat, amit mér a Median Tárgyi Szonda Ipsos, tehát a baloldal együtt sem szoríthatja meg különösképpen a Fidesz, vagy másképp látja, másképp számolták ki? Az elmúlt 3 időközi választás más mutatott. Más mutatott. 3-ból 2 esetben a demokratikus ellenzék jelöltje nyert, és a 3. esetben sem a kormányzó párt jelöltje nyert. Mi azt gondoljuk, hogy ez az ország, és ennek az országnak a népe, legalábbis jelentős része, nehezen fogja kihúzni a következő választásokig ezzel a kormánnyal. Annak tükrében, hogy látjuk, hogy milyen a következő évi költségvetés, hiszen az alapszámokat gyorsan át tudtuk tekinteni a tegnapi benyújtás után. Nem az látszik, hogy egyébként társadalmi tekintetben megpróbálna valamiféle segítséget nyújtani Magyarországnak. Nem az látszik politikai értelemben, hogy konszolidálni próbálna Orbán Viktor két a
most nincs kétharmada, de kétharmad közeli többség birtokában. Nem az látszik, hogy egyébként szabad verseny lenne Magyarországon, hiszen most is, ha nem a régi, hanem az új oligarchák nyerik el a közbeszerzéseket. Ezt a politikának van társadalmi bázisa, alapja? Tehát, hogyha önök, ha ne adj Isten, vagy úgy jön neki, hogy előrehozott választások lennének, az MSZP, DK, PM együtt, most csak felsoroltam 4 ellenzéki pártot, a Jobbikot nem számítom ide is, az LMP-t sem. Tehát van ennek akkor a társadalmi bázisa, hogy ez az együttes, ez a 4-es meg tudna nyerni a választásokat? Egy politikus nem tehet más, mint hogy azért küzd, hogyha kormányra akar kerülni, már pedig én azt gondolom, hogy mi kormányra szeretnénk kerülni, hogy azt mondja, hogy ehhez többséget tud teremteni. És én azt gondolom, hogy erőteljes terepmunkával, amit a demokratikus koalíció egyébként folyamatosan végez, hiszen most is országjáráson vagyunk, képesek leszünk ehhez az általunk elképzelt valódi polgári demokratikus Magyarországhoz és világhoz többséget teremteni Magyarországon. Ha már felhozta az időközi választások eredményét, ugye 2-1, de a legutóbbi választáson ugye Tapolcán a Jobbik jelöltje nyert, és ugye ellenzéki pártként ugye most a Fideszt a Jobbik követi, nem az MSZP vagy a DK. Én azt gondolom, hogy minden időközi választás eredményét értékelni kell, nyilván az utolsót, a tapolcait is. Kell, hogy legyen intőjel, mi mindig folyamatosan mondtuk, hogy ez egy veszély. A Jobbik több szempontból veszély Magyarországon. Nem csak a úgynevezett cukiság kampánya, ami nyilvánvalóan egy máz a full náci gondolaton, hanem az a mérhetetlen populista, Európa ellenes politika az igazi veszély, amit a Jobbik képvisel. Tehát sokszor nem lehet kihallani, mert nagyon ügyesen ők is pávatáncot járnak, de ez egy alapvetően, ez a párt, azon kívül, hogy alapvetően a párt fő politikusai közül nagyon sokan szélső jobboldali náci fasiszta gondolatot képviselnek, ez egy alapvetően Európa ellenes párt, melyik Magyarországot kívül szeretné látni az Európai Unión, és olyan szövetségeseket szeretne neki találni, amelyik még keletebbre van, mint amit Orbán Viktor gondol. Ön szerint annak van reális esélye, ezt kalkulálnak egyáltalán azzal, hogy maradjunk a 2018-nál. A Jobbik megveri a Fideszt az országgyűlési választásokon? Nem, mert a demokratikus ellenzék fogja megverni a Fideszt és a Jobbikot is. 400 000 a különbség a Fidesz és a Jobbik között, az MSZP-DK jóval alul van. De számok nem ezt mutatják, hogy fel tudna jönni esetleg 2-3 év alatt a baloldali ellenzék. 2015 májusát írunk, és 2016-ra kalkuláljuk az előrehozott választásokat. Addig azt gondolom, hogy kőkemény munkával, és ez a mi felelősségünk, kőkemény munkával, és világos programpontokkal, mint amit most elkezdtünk május 1-én, akár a szolidaritás megjelenítése például a víz és az áram árában, hogy aki kevesebbet fogyaszt, aki elesettebb, az kevesebbet fizessen, és aki többet fogyaszt, azt fizessen. Vagy a minimálbér megemelése. Vagy éppen annak a előírása törvényileg, hogy a munkabért ki kelljen fizetni, és ezért a vállalkozó saját vagyonával is feleljen. Ezek azok a programpontok, amelyek megvalósíthatóak, és amelyeket járva körbe az országba, és nem csak Gyurcsány Ferenc a demokratikus koalíció elnöke, hanem a demokratikus koalíció minden elnökségi tagja jár körbe. Azt tapasztaljuk, hogy pozitív ennek a fogadtatása. Én azt gondolom, hogy az, amit mi képviselünk, az a polgári nyitott, szolidáris, demokratikus Magyarország, az még a konzervatív világban is, akik valódi konzervatív szavazók, tehát nem a tőzsékeres fideszes szavazókról, ez a konzervatív szavazókról, az sokak számára pozitív. Mi lehet annak az oka, hogy a kormányban, illetve a Fideszben csalódott szavazók, tehát nem a baloldali ellenzéki pártokat támogatják mérések alapján, hanem inkább a Jobbikhoz pártolnak. Tehát járják a vidéket, a programjukat ismertetik, végrehajtható elképzeléseik vannak, reális elképzeléseik vannak, de mindenek ellenére vagy emellett nem önöket erősíti a bizonytalan szavazótábor, hanem a radikális pártot. A demokratikus koalíció mérések szerint az elmúlt 2 hónapban megduplázta a támogatottságát, tehát azért jöttek hozzánk és nyilvánvalóan a szavazók. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdés, amely feszíti a magyar társadalmat, a bal oldalnak, a demokratikus ellenzéki oldalnak kristálytisztán kell beszélni, és ehhez új szókészletre van szükség. Hogy fogalmazzak, hogy ilyen világos legyen. Szóval szexi
programra van szükség, de úgy, olyan értelemben, hogy annak van alapja, hogy ez megvalósítható. Mondok egy példát. A közbiztonság, az egy magyar társadalmat, és nem csak a magyar vidéket, hanem Budapestet is feszítő probléma. Ugye mi a Fidesz válasz erre? A Fidesz válasz erre, hogy akkor be kell zárni minden a hajléktalanat. Nagyjából ezt látjuk, hogy vegzáljuk őket, meg akkor nem tudom, hogy rendőr az utcára. Mi a Jobbik válasza? Hogy mindenkit akkor, ha lehetőség van arra, akkor hogy mondjam, internálni kell. Az első kettő, egyébként a Fidesz meg a Jobbik azt is gondolja, hogy majd a bűnözést úgy lehet visszaszorítani, hogyha bevezetik a halálbüntetést. A demokratikus oldalnak ehhez képest kell megtalálnia azt a mondatot, ami világos, egyszerű, érthető, de amiben benne van az, hogy igen, bűn Magyarországon nem maradhat megtorlatlanul. Az büntetni kell, de ugyanakkor van ennek az oldalnak ennek a kérdésnek egy emberjogi oldala is. Tehát én azt gondolom, hogy ebben állunk mi még kicsit, hogy mondjam, rosszabbul, hogy sokszor bonyolultul tudjuk megmagyarázni a dolgokat, hozzáteszem azért, mert az ügyek maguk bonyolultak, és a válaszok bonyolultak. Legegyszerűbb populista egyszerű mondatokat találni. Nézze, láttunk a világtörténelemben olyan rezsimet, amik nagyon egyszerűen megnevezte a probléma forrását, és megoldást nem adott. Ezt a Hitler Németországa így csinálta. Hitler így csinálta. Nem azt mondta meg, hogy mi a megoldás, azt mondta, hogy ki a bűnös. Hát ezt látjuk a Fidesz és a Jobbik politikájában, hogy ők mindig megtalálják, hogy ki az ellenség. A Fidesz hol a multikat, hol a bankokat, hol a bevándorlókat, hol a nem tudom én kiket találja meg. A Jobbik pedig hát a szokásos szélső jobboldali zsidó, cigány, kommunista, és hát ott a sorba, ott aztán felsorolja ugye a baloldal politikusait. Nem bűnbakot kell keresni, az a legegyszerűbb, hanem valós megoldást kell adni ezekre a társadalmi kihívásokra, az elszegényedésre, arra, hogy elhagyják Magyarországot a legjobbjaink, mert nem találnak perspektívát, az egészségügyre. Ehhez új gondolatok kellenek, a demokratikus koalíció egyébként ezen dolgozik. De ha már említette, jól emlékszem, szexi programot akar a demokratikus koalíció kidolgozni, ez félkész-kész, most jutott eszébe. Most értse jól, tehát ugye ezt a politikában szokták ezt a kifejezést használni. Szexi és trendi, nem? Olyan program, amely az adott társadalmi problémákra ad megoldást, ezen a demokratikus koalíció dolgozik, hiszen bejelentettük az új köztársaságért alapítványunk keretein belül, több kabinet is felállt, és elkezdtük kidolgozni ezeket a programokat, amelyek valós problémákra adnak megoldást. Mondok önnek egy példát. A DK korábbi programja volt, és ma is abszolút mértékben azonosulunk ezzel, ez a kétennyelvű középiskola. Én magam kétennyelvű gimnáziumba jártam, de 18 éves lettem, felsőfokú szinten beszéltem angolul. Megfizethetetlen az, hogy egyébként bizonyos tantárgyakat angolul tanulhattam. Hihetetlen előny ez. Miért ne lehetne e tekintetben például a skandináv modellt másolni, a skandináv modellt vizsgálni és követni, és elérni azt, hogy Magyarországon a lehető leghamarabb egyébként kétannyelvűek legyenek a középfokú oktatási intézmények, és ne az legyen, mint most, hogy egyébként azt látjuk, hogy a középiskolások és az egyetemisták jelentős része is azzal küzd, hogy nem, hogy nyelvvizsgát nem tud letenni, mert az egy dolog, hanem nem beszélnek idegen nyelveket. Vagy mondok még egy példát. A demokratikus koalíció programja a 30%-os női kvóta. És ez nem csak a politikában, hanem mi azt szeretnénk elérni, hanem hogy az állami és az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelőbizottságában és igazgató tanácsában is legalább 30% legyen a nők aránya, és később én azt gondolom, hogy egyébként az üzleti életben, a tudomány területén, a kultúrában és a médiumokban is több legyen a nő. A magyar társadalomnak több mint fele nő. Szélsőségesen el vagyunk sok tekintetben nyomva, most a politikát azt hagyjuk, mert hát az tragikus, de a kultúra világába, a tudomány világába kifejezetten mondjuk a felsőoktatásban, vagy a Magyar Tudományos Akadémiában. És bizony a médiumok világában is azt látjuk, hogy hát nem olyan jó ez az arány. Három témáról, illetve három elemről még beszélünk, ugye, amivel foglalkozott a médiás és a közvélemény, ugye a nemzeti konzultáció, a bevándorlásról, a halálbüntetés esetleges ötlete, illetve az egészségügyi dolgozóknak a tüntetése. Ezt a három témát, hogyha összerakom, a DK ebből tudott kapacitálni, tehát az ügyek mellé állt, tehát ki tudott úgy állni a nyilvánosság a szavazók elé, hogy abból az derüljön ki, hogy a DK-nak itt nagyon határozott elképzelése van.
Ez mind a három ügyben van markáns álláspontunk. Ami a bevándorlás ügyét illeti, teljes mértékben elutasítjuk azt, amit a Fidesz, a Jobbik és más egyébként hozzájuk kötődő pártok képviselnek. Mi azt gondoljuk, hogy ebben István király Imre Herceghez írott intelmeit kéne figyelembe venni, hogy a sokszínű Magyarország a jó. Nyilvánvalóan a bevándorlás, az általában az Európai Unió számára az illegális migráció az egy probléma. Ezért egy közösségi megoldás kell. Szeretném világossá tenni, hogy Magyarországon minden egyéb híresztelés ellentétben ez nem olyan nagy probléma. Ez kifejezetten a miniszterelnök erre irányuló nemzeti konzultációja nem más, mint ugyanaz a bűnbakkeresés és ugyanaz az ellenségkép gyártás, ami volt korábban a Brüsszel, a multik és a bankok esetében. Ebben az ügyben mi az európai vonalat képviseljük, Niedermüller Péter európai parlamenti képviselőnk ebben világosan beszélt arról, hogy közösségi megoldást kell találni az illegális migrációra Európában, és egyébként közös politikai megoldást kell találni azokra a régiókra, ahonnan jellemzően jön az illegális migráció. Hozzáteszem, a 1956-ban egy ilyen Orbán Viktor aljasságú ember irányítja a nyugati országok bármelyikét, akkor a magyarok jelentős részének nem lett volna esélye arra, hogy új életet kezdjen. Szóval egy picikét gondolkodni kell, mielőtt kiáll valaki, és azt gondolja, hogy 5 darab szavazót szerez. Mert lehet, hogy szerez 5 darab szavazót, de 100 ember meg elmegy ebből az országból. Nagyon csak a témakör kapcsán a halálbüntetésnél, ez most egy politikai vagy szakmai kérdés, egy politikai gumicsont, tehát hogy rágódjon rajta mindenki, amíg fontos ügyekről esetleg nem esik szó. Hogy azért emlékezzünk meg arról, hogy miért került elő ez a halálbüntetés. A Kaposváron történt trafikus fiatal hölgy meggyilkolása kapcsán került elő a miniszterelnöknek ez a rendkívül ostoba ötlete. És itt említsük már meg azt, hogy ezek a trafikok Magyarországon azért vannak lefúliázva, mert a Fidesz úgy döntött, hogy a törvénybe bele kell azt tenni, hogy ezek a dohánytermékek ne legyenek láthatóak. És amikor kiment az erre hivatott állami cég, akkor ellenőrizni a trafikokat, akkor volt olyan, akit megbüntettek, mert nem volt rendesen lefúliázva. Tehát hogy az alapprobléma az az, hogy kitalált a Fidesz egy törvényt, aminek ez a következménye, ahol gyilkosság, rablás és egyéb bűncselekményeket követnek el, mert nem lehet látni, mi történik benne. Ezek után jön a miniszterelnök, és azt mondja, hogy hát akkor itt fontolóra kell venni, hogy bevezessük a halálbüntetést. Vitatkozni kell róla. Én meg azt gondolom, hogy aki európai, és hozzáteszem, nem uniós polgár, nem európai, hanem európai gondolkodású, az azt mondja, hogy az élet, az élethez való jog, az a legalapvetőbb jog. Azt mondta, sem hogy közbeszédbe tart, beszélnek. Nem beszélnek erről az emberek. Nem igaz, a miniszterelnök egyébként a kormányának tagjaival együtt és a kormánypárti képviselőkkel együtt nem jár az emberek között, csak a saját, hogy mondjam, berkein belül. Nem megy ki. Történik egy szörnyű bűncselekmény, felmerül a... az utcára azért, mert akkor ott páran arról beszélnek, hogy kell a halálbüntetés, erről nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a magyar társadalom erről beszél. Nem, a magyar társadalom egyébként nem erről beszél, a magyar társadalom arról beszél, hogy Orbán Viktort és bandáját végre el kell takarítani az országból. De azért nem, még vitatkozni sem vitatkozunk erről a kérdésről, nem politikai okokból, hanem mert az élethez való jog az a legalapvetőbb emberi jog. Sem egyénileg, sem kollektíve az állampolgárok közösségeként nincs jogunk elvenni másnak az életét. Egy utolsó kérdés. 2018-ban nyer a baloldali összefogás, nevezzük így. Remélem szerint 16-ban. 2016-ban. Ki az ideális miniszterelnök, ki vezetné a kormányt? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nincs ilyen ideáltípus egyébként. Az, aki képes valódi, világos, polgári, nyugatos, demokratikus és szolidáris alternatívát nyújtani. Szerintem van ilyen személy a baloldalon. Egy vagy több? Én egy ilyen személyt látok a baloldalon. Meg is nevezi? Nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttem a mai beszélgetésbe. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.